Köszöntöm a Zenedoboz nézőit. Mai alkalommal az ütőhangszerek családjával szeretném megismertetni a kedves nézőket. A ütőhangszerek tudásunk szerint a fennmaradt emlékekből, és persze a máig is meglévő kevésbé civilizált népek, népcsoportok zenéjéből ismert tudásunk alapján az ütőhangszer az egyik legelső hangszere az emberiségnek. Ez nyilvánvalóan következik abból, hogy a zene eredendően ugye a lüktetésre épül, erről már beszéltünk egy korábbi alkalommal. A lüktetés, amelyik rendben tartja a zenét, összefogja, és valami módon tájékozódni enged minket a zene folyamatában. A lüktetés olyan, mint a szívverés, és minél erősebben van jelen adott esetben egy zenében az ütőhangszer hangja, ez a fajta ritmikus elem, ez a fajta lüktetés, annál inkább érezzük ennek a darabnak egyfajta sajátosságát, ami lehet izgalom, lehet táncszerűség, vagy lehet egyszerűen csak egy érzelmi fokozásnak a szimbóluma. A legfontosabb ütőhangszerek fokozatosan váltak ki, ezek közül a zajkeltők közül, ha szabad így fogalmazni. A zenekari hangzás legfontosabb partnere az ütőhangszerek közül a timpani, vagy ahogy magyarul nevezzük, üsdob. Hallgassuk meg a hangját ennek a hangszernek. Emellett tulajdonképpen második legfontosabb hangszerként a nagy dob, egy lényegesen nagyobb testű hangszer, amely ennek megfelelően sokkal mélyebb, sokkal, ha úgy tetszik, gyomrot is megérintő hangot képes magából kiadni. Ugye a két hangszer között jelentős különbség az, hogy ahogy hallottuk, az üsdob azért hallható hangmagasságon szólal meg, a zenei folyamatot legalul, de egyértelműen tisztán, abban a harmóniában illő hanggal támasztja meg, addig a nagy dob inkább csak egy effektus, amely akár vihart, akár valami fajta izgalmat, félelmet tud kifejezni a hatalmas hangerejével, és persze egy olyan mély hanggal, amelyet már szinte fel sem tudunk fogni. Effektus szerepe van a cintányérnak. A cintányért meg lehet ütni valamilyen tárgyal, az egyik egy darab cintányért, de adott esetben két cintányér összeverésével elképesztő zajt lehet kelteni. Ez is egy rendkívül izgalmas dolog, mindig egy felfokozott pillanatban egy plusz hatást jelenít meg bármilyen műben a cintányér megszólalása. A különböző típusú és hangszínű, nem tiszta hangmagasságot megszólaló ütőhangszer mellett nagyon sok hangolt ütőhangszer is van, amit lényegében hasonlít egy zongorához, ugyanúgy valamennyi 12 hangot meg tud szólaltatni. Ebben a családban a legkisebb harangjátéktől a legnagyobb marimbáig nagyon sokfajta hangszer van jelen. Az egyik legismertebb talán a xilofon, amelynek a hangját nagyon-nagyon sok helyről, sok műből ismerősként szólal meg a jellegzetes csengő érces megszólalásával. Természetesen, ahogy mondtam, az ütőhangszer sosem vesztette el azt a képességét, hogy állandó ritmikus megszólalásával egyfajta alapot teremtsen ezen anyagnak, vagy mint például az egyik leghíresebb ilyen műben, Ravel Bolarójában, magának a feszültség megteremtésének, a fokozásnak is egyfajta eszköze, hogy ez a bolero ritmus, amit hallani fogunk a kisdobtól, lényegében az egész darabban azonos módon szólal meg.
mindenfajta tánczene is már a 20. századra elképzelhetetlen egy ritmikus lüktetés nélkül. A régi korok tánczenéiben nem érezzük még ezt az ütőt mindig, azonban különösen a latin zenében a 20. századra nélkülözhetetlen az ütőhangszerek egy egész arzenálja, amely azt a lüktetést, azt a vérpesdítő ritmust, amire az egész tánctétel fölépül, folyamatosan biztosítja. Egy részlet következik Bernstein West Side Story-ából, a híres musicalből, a mambo, amely az egyik leghíresebb latin feldolgozás és latin zene egy színpadi alkotásban. Természetesen az ütőhangszerek nagyon sok darabban nem csak a ritmust jelenítik meg, hanem a darab egy fontos alkotóeleme, egyrészt a különleges hangszíneik által, vagy adott esetben az önálló megszólalásuk és egy egészen másfajta zenei élmény nyújtására képes, mint bármelyik más szekciója a zenekarnak, legyen szó akár vonósokról, akár fafúvósokról, akár részfúvósokról. Britten már többször idézett műve, a Fiatalok zenekari kalauza, amit mi a mellékneve vagy alcíme alapján szoktunk emlegetni, Variációk egy Purcell témára. Ebben a műben is van egy részlet, ahol a híres témát, Purcell híres témáját az ütőhangszerek szólaltatják meg, és lám-lám fölismerhető a téma, mert mind a timpani és mind az egyéb hangszerek képesek úgy a dallamot, úgy pedig egyfajta kísérő zenei matériát megteremteni, amelyben egy teljes értékű hangzásként éljük meg az ütőhangszerek önálló megszólalását. Mint minden hangszer, vagy hangszercsalád, a legfontosabb, a legmagasabb rendű megjelenés, megszólalás, amikor egy hangszer egy versenyműnek a szólistája. Ez elég nehéz elképzelni tulajdonképpen a ütőhangszerektől. Logikusan a dallamhangszerek esetében ez relatív könnyen elképzelhető, de például azért a timpani, amely ugyan dallamot is játszik, de azért, ha egész őszinték vagyunk, azért inkább ritmus hangszernek halljuk. Ebben az esetben elég hihetetlen, hogy egy szerző timpaninak szánja a főszerepet, ő legyen a szólistája egy versenyműnek. Nos, egy ilyen műből idézünk, Philip Glass két timpanira írott műve, egy különleges pillanata a zenetörténetnek, természetesen az egész zenei anyag a műben inkább a ritmust helyezi a középpontjába, a dallamok kis változásával építi az egész művet. Ebben a folyamatban a timpani, pláne két timpani elképesztő mennyiségű üsdobja, tehát rengeteg hang tud egyszerre megszólalni a timpanin is, egy igazi kuriózum és egy magával ragadó pillanata a zenetörténet és a 20. század zenéjének. Fejezzük be mai találkozásunkat Philip Glass fantasztikus művének egy részletével.